Szüleim számára egy csoda voltam, hiszen édesanyám nem egy méhen kívüli terhességen esett át, az orvos szerint mentő volt, ő mégsem adta fel. Édesapámat szerint nyugodt embernek ismerték, akit soha nem lehetett kihozni a sodrából. Egyetlen leányom volt a szeme fénye, akinek boldogságáért mindent megtett. Édesanyám is szerette, ha bár ő a maga módján nevelt. Szigorú volt, de mindent megtanított, ami szükséges az élethez. Anyának túl hamar kellett felnőnie, de talpra esett nővé vált. Emellett túlontúl őszinte asszony volt, ami a szívén, az a száján típus. Bevallom, ezen tulajdonságomat tőle örököltem. Ezektől eltekintve hihetetlenül nagy szíve volt. Nem értünk gazdagságban, ő mégis mindig segített a szegényebbeken. A második világháborúban nem egy bajba jutott zsidó családon segített. Titokban vitte nekik a kenyeret, tejet. Esténként megvárta, míg elcsendesedik a város, az emberek lepihennek. Kiosont a házból és sietett a bújdosókhoz. Nagyon sok barátunkat elvitték akkor a koncentrációs táborokba. Akiken segített és túlélték a szörnyűségeket, a háború után gyönyörű ajándékokkal, ékszerekkel hálálták meg anyám önzetlen tetteit, hiszen az ő segítségével élték túl. Emlékszem arra az időre. Édesanyám mindig szorosan fogta a kezem, amikor elindultunk otthonról. Sokszor kellett nagy kerülőutakat tennünk a tankok, harckocsik miatt. Vendégül kellett látnunk az orosz katonákat, gyakran betétek egy-egy kiadós ebédre. Ilyenkor elrejtettünk minden fontosabb értéket a házban, ékszer, pénz, stb. A disznókolbászt, hurkát felvittük a padlásra, de ők azt is megtalálták. Egyik télen nem sikerült jól a hurka, nem ízlett. Na, jöttek az oroszok is, megtalálták. Mi belül kacagtunk és alig vártuk, hogy elvigyék. Mikor elhagyták a házat, hangosan felnevettünk. Vallásos család voltunk, mindig hittem a kereszténységben és abban, hogy Isten megsegít. Vasárnaponként a templomba mentünk és hálát adtunk az Úrnak, hogy még van kenyér az asztalunkon. Egy nagy fehér házban laktunk a Tompa utcán. Mindenféle állatunk volt, sertés, tyúk, liba. Sőt, édesapámnak 20 család dongója is volt. Nyáron az udvaron voltak, télen pedig beköltöztettük őket a konyhába. Amikor pergettünk, állandóan nyakig mézes voltam. Mindig volt mit csinálni a háznál. Állatokat növelni, növényeket termelni, főzni, mosni, takarítani. Édesapám szakmája mérlekészítő volt, de a karcegi határban dolgozott, mint iparos. Cséplőgépe kb. 12 embernek jelentett munkát. Apám munkásai szerették és tisztelték őt. Hajnaltól napjutáig dolgoztak, minden panasz nélkül tették, amit kell. Anyám minden egyes nap biciklire ült és elvitte apám ebédjét. Akármilyen messze dolgozott édesapám, ő egyetlen alkalmat sem hagyott ki. Persze a féltékenység is dolgozott benne, tudni akarta, nem csinál-e rosszat szeretett férje. Én is sokszor kimentem. Egyik nyáron pénzt akartam keresni, de apám soha nem engedte, hogy ott dolgozzak. Féltett, az ilyen kemény munkától végképp eltiltott. 1951-ben a TSZ-esítés során elvették tőle a csíplőgépet, ezzel karoldövbe szívébe. Depresszióba került, napokig nem lehetett hozzászólni. A kinyomadó tűh miatt lelkileg és testileg is rossz állapotba került. Anyám varrónő volt, sokszor még éjjel is dolgozott. Jöttek hozzá az asszonyok, lányok, hogy minél több és szebb ruhát varrassanak. Ilyenkor körbejötték dolgozó édesanyámat, és órákon át pletykáltak, beszéltek az élet nagy dolgairól, én pedig kíváncsian figyeltem és tanultam. Én rendkívül erőben gyerek voltam, mindig benne voltam a rosszban. Állandóan a takarmányban mászkáltam, ott játszottam a barátaimmal. Egyik legkedveltebb játékunk az állópacskázás volt. Egy gyerek beállt az áró közepébe, mi még úgy szaladgáltunk mellett, hogy ne kapjon el. Akit megérintett, az állt a helyébe. A másik kedvencem a sarazás volt. Belemarkoltunk a friss sárba, meggyúl másztuk, majd szépen föltöz vágtuk. Ilyenkor jó nagyot szólt, a felnőttek meg csak mérgelődtek. Csutkából várat építettem, gyűjtöttem a nótáskönyveket, a színészekről, énekesekről készült fotókat, pedig kivágtam az újságból. Óvodában nem jártam. Összesen 10 alkalommal voltam, mikor egyik reggel apám megszólalt. Ne vidd óvodába, hadd aludjon még az Isten adta. Mindig így szólított. Szeretem a szavajárását. Mama, februárban együtt csináltuk az életút pályázatodat. Kérlek, meséljenek a munkálatairól. Hogy csináltuk, meg ugye, hogy engem megvártál itthon? Hát az igen, 6:30 jöttél este, kopogtál, nem nagyon engedtem be. Utána kiszóltam az ablakon, hogy ki az. És erre az unokám, mama, én vagyok, ereszél be. Igen. Így volt. Két napig csináltuk, ugye? Igen.
És akkor most kérlek, mesélj a gyerekkorodról. Hol születtél, hol laktál? Hát nekem aránylag nagyon jó gyerekkorom volt. Igaz, hogy háborús gyerek vagyok, mert ugye 41-ben születtem. És ugye ráadásul ugye akkor nem volt semmilyen játék se, mint a mai világban. Ugye, de apujék mindent megadtak, amit tudtak. Ugye apukám ugye iparos ember volt, anyukám otthon dolgozott, és ugye utána meg megvették a cséplőgépet, abban is játszottam, felmentem a létrára is, ugye a barátnőimmel abban ott játszottunk, babáztunk, így múlt el a gyerekéveim. Utána mentem a szomszédba, meg a nagymamámhoz, mert otthon nem leltem helyemet. Mesélj az apukádról, olyan csendes ember volt. Apukám igen, nagyon csendes volt, és nagyon szeretett, a munkának élt, és Pesten is volt, úgy keresték meg a cséplőgépet, a traktort, anyukám meg itthon volt, nagyapámat ugye vigyázott rá. 51-ben bement a szerelő KTS-be, ott volt majd 10-12 fiatal gyerek, ő hozzá került, nagyon szerették. Hát egy kicsit lehet, hogy szigorú volt, hogy meg kellett neki tanulni a munkát, de nagyon szerették aput. És édesanyád? Anyukám, azt is nagyon szerettem, csak tudod, az olyan volt, hogy ami a száján, az a szívim volt. Engem megtanított mindenre, még mai napig is nem esik ki a kezemből a munka. És nagyon sokszor emlegetem anyukát. Anyu, hiába szigorú voltál, de azért megtanítottál mindenre. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy nem voltál valami jó gyerek, mindig rossz volt. Jaj, nagyon. Nagyon rossz voltam. Vannak valami jó történetek? Vannak, nagyon. Az is, hogy mikor aztán anyukám átküldött a szomszédba kalapácsért, én hazahoztam, jött egy szomszéd gyerek, puffa fejére, azaz anyja meg szidott, engem bezártak a tyúkolba. 9 hónap vagy 1 éves, nem tudom már mennyi voltam. Hát ugye én is olyan jó kislány voltam, hogy a malac vagy a kacsa etetőibe fürödtem nyáron. És akkor ugye ott voltak a sok ember, vagy a hordó a kerítéstövinél, azt ki volt támaszva, hát én meg odaszaladtam, és azt a támfát azt kihúztam, és eltört az ujjam. És nagyon persze, hogy a fejemhez kaptam, anyuék megijedtek, bevágták a kulcsot a szomszédba, hogy ha jönnek az üzemanyagért, adják oda, mert megyünk az orvoshoz, a gyerekkel valami baj van. Jöttek aztán, mikor jöttünk hazafele, hát mindenki ott volt. Mi történt? Hát csak az ujját tört el. És nyíltörés volt, és 6 hétig minden nap itt anyukám. Kötözni. Persze. És azért tartom így az ujján, mert még biztos akkor vették le a kötést. Igen. És volt egy olyan történet is, hogy a gyerekekkel mindig árok mocskáztatott. Ja, itt a Baross utcán nagy árok volt, és ugye este nem volt tévé, nem volt rádió. Az öregek kimentek, én is kimentem hozzájuk. Ugye elbeszélték az egész napi dolgokat, a sok gyerek meg árok mocskázott. Hát persze, hogy egy bennült, többiek szaladgáltak, és akit megfogtak, az volt a macska. És akkor megint úgy kezdtük. Meg ugye ezek voltak a játékok. Térjünk vissza anyukádra. Ugye neki nem volt valami könnyű gyerekkora? Hát nem. Ugye 4 fiú testvére volt, de 14 éves volt, mikor a mamám meghalt. És ugye akkor nem volt ilyen orvosi tudomány, mint most. És ugye a nagy tehén ugye a bereki kanyarba fellökte, és ugye ottan törülközővel gyorsan ugye el, mert a szarvával kétszer felülelte, igen, és akkor behozták a karcagra, vagy a orvoshoz, de hát ugye csak bekötötték, de nem vették ki ugye méhét, mint ezelőtt, ugye, mint mostanában, és bevarták. Utána kint laktak a lógerbe, esős idő volt, mindig mondta anyukám, és a kutya láncába elesett, és kicsattant a hasfala, és anyu gondoztam. Hogy ismerkedtek meg a szüleid? Az is egy történet. Mert ugye anyukám hát szép lány volt, és apukám már ott a lógerbe, mert ott csépelt, ilyen akkor még inas volt, vagy jó fiatal ember volt, és megtetszett anyu. De már akkor fekete ruhába járt anyukám,
És ugye még apukám nem érte el azt a fütyülőt, ilyen téglát tettek alá, hogy elérje, mert ugye csak kicsi volt. Azt akkor nagymamám azt mondta, hogy eredjél már, fiának mondta, hogy Zsiga, aztán nem jött haza a testvéred, mi van már vele? Jön az hazafele, anyám, van ott egy kislány, biztos azért nem jött haza. Ugye aztán ugye elkerült a sor, és akkor a két mondott ugye barátok, ugye anyunak a testvérei, azt hitte, hogy kártyázni mennek. De nem ám, kettő fiú haza kísérte, ugye, apukám, meg az a Kállai, azt akkor ott a malomnál azt kérdezték, hogy na válasszon Erzsike, melyikünket válassza. Azt mondta rá apu, hát engem ne válasszon, mert én még katonának megyek. Így az élet Kállai, de csak 3 évig éltek. Mert csak aput szerette. És ő meg megvárta. Meg nem is vitték el katonának, és aztán ugye elváltak, akkor meg is esküdtek apuval, 36-ban. És hova jártál iskolába? Én jártam a Pócs iskolába 4 évig, mert ugye az volt közel. Utána felkerültem a Calvin 9-be, most a Kovács. Ugye nekem csak Calvin 9. Utána ott 2 évig, utána elmentünk a vasútúti iskolába, ott végeztem. Ami fodrásznak akartál mondani. Igen, ám, mert ugye akkor nem úgy van, volt, mint most. Ugye a KTS-ben az apukája, a barátnőmnek ugye borbívót, hát annak a lányát vették fel. Így azt otthon maradtam. Apu annyira féltett, hogy nem engedett el sehova se. Dolgozni. Igen. És mit csináltál addig? Mit csináltam? Minden házi munkát, mert anyu meg csak vart. És akkor ráadásul azt mondtam, hogy én nem főzök, főzzél, mondom, inkább én kitakarítottam, meszeltem, mostam, ami csak lehetett. Utána meg kézemunkáztam. És hova jártál el szórakozni fiatalkorodban? Jaj, azt nem. Mik voltak itt Karcagon? Hát akkor nagyon jó bálok voltak, nem olyan, mint most. Ugye ott a kaszinóban közel laktunk, átmentem, apu haragodott, anyu gyere! Már megint mentek, mondom, megyünk. Utána 14 évesen elhagytam az iskolát, már nősszel tánciskolába jártam. Hát persze, ugye a nagyapáddal ugye akkor csak szemeztem, mert ugye akkor körbe kellett állni, csak akkor táncoltam vele, mikor rám esett, de már úgy látta, hogy ott vagyok. Én is úgy voltam, mint anyu, 2 fiú adta rám a kabátot. Ez nem nevetség, ez így volt, meg a sálat. Azt mondja, hogy hát ott volt a fölmíves, ahogy most van az a kópa, milyen volt. Azt mondja, hogy hát most már válaszol Erzsike, vagy én, vagy ő. Mondom, akkor Lajos legyen. Ez így jött nagyapátok. Pedig papa elég ilyen kisfiús volt, nagyon. Hát igen. És mikor ugye bárba jártunk minden 2 hétben, csak mert én nagyon szerettem táncolni. Hát ő nem nagyon. Aztán mondta apu, hogy tudok én még annyit keresni, hogy a bált ki tudjuk fizetni. Hát ugye csak ő is még ipariskolába jár. Meg ugye minden vasárnap 3 órára mentünk a moziba, 5-re haza kellett menni. Akkor megvette a Dunakavicsot, megvette a selyem cukrot, azóta se szeretek rámézni. Hány évig? 7 évig. És utána összeházasodtatok? Hát igen, mert azt akarta anyu, hogy majd akkor megkéri a kezemet, de hát ugye nem így történt, hanem mikor legelőször hazajött szabadságra, akkor vasárnap azt mondta, hogy hát hozzámegyek a feleségül. Hát ott mit csináltak, anyu, még idegesek voltak, levágtak 2 tyúkot, meg nem tudom milyen pörköltet, összeütöttek, elhívták nagymamámat, keresztanyámat, meg volt az eljegyzés. Ennyi volt. És a szüleid hogyan álltak papához? Akkor mindig szerette. Odaadta neki az újságot, mert szeretett olvasni. Mondom, nem azért jött ide, hogy ő hogy olvasson, hanem én velem foglalkozom. Majd te vele is foglalkozik. És milyen volt az esküvő? Hát az esküvő az nagyon jó volt, ugye, mert izgultam én is, meg ugye a lányok vitték a tortát a fiúsházhoz, és mindenki akkor, ugye, mikor a verset mondtam, ott maradt. És aztán vitték haza a Tompa utcába, hogy jaj, elmondta Bözsike a verset, nem sült bele. Hintóval mentél oda a templomba. Igen, azt mondta apukám, hogy nem kell eldugni a mennyasszonyt, mert ugye már akkor kezdett lenni autóesküvő.
Hát az ugye, akkor a TSZ-ből ugye hoztak ugye 2-3 hintót, és ugye avval mentünk. Hát láttak, mikor azt felültünk ugye a hintóra. De ráadásul meg tél volt. Hát január 5-e, bizony. És milyen ruhád volt akkor? Hát olyan szép nagyasszonyi ruhám volt, meg anyukám volt kis bundát. És meg se fáztam. Papának se volt, mert könnyű gyerekkora, volt ott néhány szóval? Igen, hát ugye ő is nagy szerelme volt a Pandur Lajosnak, de aztán udvarolt ez a Takács Sándor is neki. Nem, papa anyukájának. Igen, 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 és 45-ben elvitték, mert 4 éves volt a nagyapád. És mikor ment a kis vonat a kis állomásnál, akkor még úgy tudta a nagyapád, hogy integetett. Az volt neki mindig, mindig az volt előtte, úgy látta utoljára. Igen. És ugye utána csak nehéz gyerekkora volt, mert ugye ő anyósom is volt, és abból tengették, meg az árvasági segély. Aztán, és egyedül neveltett. Igen. Akkor ott volt még a nagyapja, akinek az első világháborúban nem volt lába, igen, és arra is kapott pénzt. És akkor ugye a Szent László utcán laktak, aztán úgy kerültek el a Bem utcába. Úgy vették meg azt a házat. De papa nehéz nevelést kapott ettől a Takácsán. Jaj, nagyon szigorú volt. Ő ki volt, vagy ő miért volt ilyen? Hát ilyen sakba tartotta volna a nevelt fiát, de még olyan úgy volt, hogy mikor a bálból is hazament, a cipőjét meg kellett pakszolni, meg ki kellett takarítani, ilyen volt. Akkor papa nem is szerette. Hát, csak elfogadta. Inkább tisztelt. Igen, igen. Hát ez már nem olyan. Na, itt is itt van a cséplőgép, látod? Mind a kettő, itt is. Itt a munkásokkal. Igen, igen, igen. Itt meg a traktor van, engem oda tettek. Látod, ez meg apukám. Milyen fes fiatalember. Ó, ugye. De sose cigaretták. Nem, hát ugye odaadták a kezébe szívem. És itt? Ott meg anyukám, meg anyád. Na látod, itt is már a malacoknál vagyok. Na látod? Ő kicsoda. Anyu. Anyukám. Igen, igen. Ott is az én szüleim vannak. Itt Pesten. Igen, jó, Pesten, igen. Hát persze megint ugye a malacoknál, mint ahogy mindig. És nem is érdekelt, hogy mikor fényképeztek le. Na látod, itt is itt vagyok. Itt meg, látod, itt vagyok itt a cséplőgépnél, mikor ott apukám ugye ebédet mit anyu neki. Itt a Karcok határban dolgozott mindig. Mindig, mindig, igen. Igen. Különböző tanyákra? Kenderesi út, ilyen út, olyan út, turnáeztet, még nagyapád is minden. Na, itt, na, véletlen, itt nem vagyok. A malacoknál. Malacoknál, itt nem vagyok. Itt megint a tyúkudvaron. Hát én nem tudom megérteni, hogy... Szomszéd gyerekekkel? Unokatestvéreim. Na, itt van apukám, látod, csinálja a sütőt. Neki mi volt a szakmája egyébként? Vagy mit tanult? Lakatos volt, annak tanult, de aztán már mikor én is meglettem, akkor meg mérlegkészítő, Nyíregyházán tette le a vizsgát. Uh-huh. És tényleg ő csinált nagyon sok mindent. Amikor építettétek a házat, akkor is nagyon sokat segített. Hát rengeteget. Úgyhogy minden ajtó, ami az van, amit apukám csinált, kilincset, ezt is fel kéne újítani, uh-huh, hogy ugye ablakot, mindent, ami csak létezett, mindenbe segített, itt volt. Itt meg a munkásai volt? Igen, igen, igen. Igen. Nagyon szerették, meg tisztelték. Nagyon, nagyon szerették. Na, igen. Ott van, látod? Igen. Itt is itt van, csinálja a sütőt. Meg vására járt apukám, és ugye csinált 3 kályhát, mikor kisiparos volt, mindig eladta. Mindig hozott nekem a vásárfiát, ezt azt. Új dolgokat mindig megkaptam. Megkaptam kis albumot, akkor ilyen emlékkönyvet, ugrókötelet a szobába tanítottak ugrókötelet. Nagyon apás volt. Igen, mert ugye 32 éves volt anyukám, mikor én ugye születtem, nem voltak már gyerekek. És ugye örültek ugye, hogy lettem egy. Igen, mert anyukának lehet, hogy nem lehetett volna. Igen, ám, mert hogy ilyen sokat dolgozott, vékony is volt, és ugye lecsúszott a mélye, és azt mondta a Pesten az orvos, hogy maga érdekes, más asszony az én hozzám, hogy legyen, maga meg az, ne legyen, maga meg azért, hogy legyen. Igen. Hát igen. Kapával voltatok az. Igen, az esküvőn, igen. Nagyon szépek voltatok. Jaj, de régen volt.
Ja, igen, itt volt a... A koszorús lány voltam, igen, de igen. De itt olyan szép voltál, hogy téged állítottak be a kamera elé. Ildikém, de régen volt, már jövőre. Itt már apukád? Persze, a kertben voltunk, meg Lali. Mert minden évben dolgoztatok a kertben? Tavasztól őszik, persze. Jó, jó sokáig. Igen. És a szüleid mikor volt? Hát apukám 1981-ben, anyukám meg 1991-ben. Hát ott még ismertem. Igen, egy éves voltál, igen. Nagyon szeretem. De beteg volt apukám? Beteg, beteg. Hát elkísért az ideg összeroppanás. Ja, mert elvitték a cséplőgépet. Igen, 51-ben elvitték. Hát így akkor már a nagy TSZ alakulás voltak, és ugye összeszedtek mindent, ami csak úgy, nem csak cséplőgépet, mást is. Mm. És akkor dolgozott, már akkor a vertikálisban volt a szerelők HTSZ-be, és nem tudták kihúzni se a cséplőt, se a traktort, mert azt mondták, hogy én nem segítek, nem mondták neki, hogy segítsenek. Én nem adtam, maguk vették el, úgy húzzák ki, hogy akarják. Azt mondja, egyik utcán le, másik utcán fel, mert ugye csak bántotta, hogy elvették tőle. Persze. Igen. Hát ez a férjemnek az apukája, itt. Uh-huh. Ki meghalt a... Igen, aki oda maradt háborúban, 45-ben. A Donkanyarban. Igen. Ja, ő arra tudná mesélni? Uh-huh. Hát az úgy volt, tudod, hogy a háborúban nem úgy halt meg, mert megérte. Hanem jöttek volna tám, vagy én nem is tudom. Elvitték őt. Igen, és tudod, valahon ettek ilyen rizses húst. Uh-huh. És nagyon éhesek voltak, és ilyen vérhasban, vagy miben pusztultak el, igen. Igen, mert sokáig nem voltak. Nem ettek ám, bizony, meg csanánleves, meg ezt, meg azt tettek, és ugye ki voltak éhezve. Igen. És annak lehet, hogy zsíros sokan is volt. Igen, igen. Itt. Ott meg ugye apukám van. A munkásokon. Igen, igen. Hány évig dolgozott apukádon? Hát, vagy sokáig dolgozott, én nem is tudom. Tizenvalahány évig, uh-huh. Még nyugdíjba nem ment. Igen. Itt meg? Május 1-én felvonulás volt, ugye hát akkor mindenkinek felvonulás kellett. Akkor még nagy ünnepségek voltak. Jaj, bizony. Milyen ünnepségek voltak? Május 1-én felvonulások voltak, akkor ugye az iskola ment, a kenyérgyár ment, akkor mentek a úttörők, mentek a házipari, és akkor ugye, akkor perec volt, sör volt, meg minden volt, zene volt, akkor volt élet. Meg gyereknapot is tartott. Volt. Arra még én is emlékszem, csak mostanában. Na itt volt nagyapád, mikor katona volt. Csongrádon. Direkt neked küldte ezt a képet? Direkt nekem, képzeld el. Nagyon sokat leveleztetek. 365 csak azt, hogy mindent megsemmisítettem. Szígyeltem, mondom, ha jönnek a gyerekik, vagy az unokám, mit mondanak, hogy ilyen szerelmeset írt nekem. De azért még a vázlatok megvannak. Hát, az még meg. Azt nem tűntem még el. Hány évig voltatok katonai? 2 évig volt. És te megvártad? Meg. Pedig nagyon ritkán jött haza. 7-szer. Csak 7-szer jött haza 2 év alatt. És hát, papa mi volt a katonaság? Akkor is már akkor teherautóval járt. Igen, gépkocsi vezető volt. Igen. Ja, itt van a... Ó, nagyon szép hajad volt. Azt sajnálta apu, hogy mikor levágattuk. Jaj, de sajnálta. Igen, már a derekad ígért. Igen. Igen. Ez pedig? Az a meg... Ez mikor készült? 50? 59. Na látod. 18 éves volt. Na látod, ott is annyi voltam. Ők meg már, te vagy a apukád. Apukámmal. Igen. Na ez meg nagyapárnak a gépkocsija. Ez meg... elment a TSZ-be? Persze, terepjáról vált, mindig a földeken járkál, tudod. Uh-huh. Meg sokszor volt a vadászokat is vitte. Persze, ugye elmentek szombaton, azt majd hétfőn reggel jöttek haza. Hozott akkor valamit? Nem, kellett nekem. Nem. Pedig emlékszem, hogy egyszer mesélted. Hát volt, de mondom, többet ne hozzál. Meg olyanokat, ugye, mint fácán, tele volt ilyen sérel. De mindig a mellehúsad nem látszott, mindig, mondom, ide figyelj, én megfőzöm neked, de én nem eszek belőle. Ja, sörétes. Az van, és mindig a mellehúsánál volt a legnagyobb. Egyszer apukámnak is adtunk a kertbe, jaj, de... Elmentem a szőlőbe, mert
Mondom, nem eszi meg a jó húslevest. Jaj, de finomat hoztál, kedves jányom. Mondom anyunak, elmegyek a szőlőföldre, mert ez fácán volt. Mert másképp nem ette volna meg. Jó termőföldje volt a kertben? Ide figyeljél, Ildikém. Annak, amikor 10 sor kertföldünk volt, abban egy gyom nem volt. Mert apukám állandóan benne volt, nem dolgozott, nyugdíjas volt, annak valóba kert. És érdekes, azt megsirattam, de a házat azt nem. Mikor eladtál? Igen, azt nagyon megsirattam. Ugye megtermett a krumpli, a zöldség, a befőttnek való. De úgy tettem, hogy a ház itt van. Hát akkor miért sirassam meg azt a házat? Mesélj a házas életről. Hát, gyerekeid születtek? Hát igen, Lalikám, a fiam megszületett 63. október 1-én. Nagy volt az öröm a szüleimnél, anyósoméknál. Utána ugye cseperedett, sokszor beteg volt. Egyszer aztán meglett a másik gyerek is, Ildi. Az eleven volt nagyon. Jaj, nagyon eleven volt. Azt mondja mindig, meg sírt éjszak, hogy odaállt az ajtóba, hogy csináljatok már vele valamit, mert nem tudok tőle aludni. Anyát. És ilyenkor ti mi dolgoztatok? Hát ugye gyereket neveltem, apám, nagyapád dolgozott. Ő hol dolgozott? A TSZ-ben volt, igen. És ott mit csinál? Hát ott a gépkocsi vezető volt 42 évig. Onnan ment nyugdíjba. Uh-huh. És te mikor mentél? Mert te is mentél. Hát igen, meg akkor kicsik voltak a gyerekek, én akkor nem is szóltam senkinek se, elmentem a háziparba, mondom, mert varrógépem volt, és mondom, megpróbálom. Én is el tudom vinni a kezemben azt a kis ruhát. Hát ugye nem csak az volt, hanem meg kellett varni is. Hát ugye első 3 az nem sikerült, kibontottam, de azt mondták, hogy így tanuljuk, nem először, nem jó, majd belejössz, kedves. De aztán anyukám nagyon örült, mert minden héten 20-30 ruhát megvartuk a házipariba. Egyszer aztán hát kitüntetést is kaptam. Igen, ezt nem is tudtam. Nem tudtad? Anyukádék ők nagyon sokat segítettek nektek, mert ugye papa meg nagyon sokat dolgozott. Persze, mert kertünk is volt. És akkor ugye minden reggel hozta az ennő a kaját, ugye meg a tejet, húst, mindent. Mert akkor még a TSZ-ben nagyon rosszul fizettek, 500 forint, meg 400 forint volt minden hónapban. Abból nem lehet. Hát abból nem. Hát az, igen, mert azt mondta anyu, hogy ha mit, a mi ennél valunk túl, ha nem halnak meg, azt mondja, akkor tudjuk segíteni a fiatalokat. Mert azt mondta apósom, hogy ráér még nősülni a fia. Azt mondta anyukám, hogy 7 év után mire várjon? Hát abban meg igaza volt anyunak is. Igen. A házipari után meg máshol is dolgozott. Akkor még szerencse volt, mert rögtön megalakult a gasztropodában ilyen hótaposó, vagy milyen csizmárcsin gyártottunk az olaszoknak. Hát jó ismerős volt, ugye Ökös Éva is eljött, Bornár Zoltán is eljött, így az rögtön nem szakadt meg a munka, viszont én már akkor ott dolgoztam. Ott 5 évet dolgoztam. És onnan mentél nyugdíjba? Onnan mentem nyugdíjba, igen. És unokák? Ja, igen. Aztán megszületett a lányomnak ugye az első unoka, Ildikém. Ez volt a szemünk fénye, mert ugye első. Utána nem soká megszületett Dóri, annak meg a nagyapjának volt nagyon. Utána megjött a harmadik, Petra. Igen. Így aztán 3 lányom van. 3 lányom. Így bizony. És milyenek a nyugdíjas évek? Hát tudod, most, hogy magam vagyok, most érzem azt, hogy nagyon rossz. De mi történik? Hát ugye, hogy elveszítettem a fiamat, a férjemet. Mert Lali, ő 9 évig beteg volt. Az meg nagyon beteg volt, igen. Mesélj erről az időről. Hát, azt nem kívánom senkinek sem. 9 évig volt beteg. Mindenhova elvittük, de azt mondta az orvos, hogy mindent elkövettünk, de nem tudtuk megmenteni. Hát pedig 9 évig kibírta. Azért az nagyon nagy. És 5 évig pedig panaszmentes volt, és utána megint kezdődött elő. Őssejt eltültetés is volt. Az 2001-ben történt, akkor az Pesten volt a László kórházban, és ott volt egy hónapig zárt teremben, egy és egyedül volt. Mikor megláttuk apád, nagyapáddal, meg anyáddal, azt mondtam, nem bírok hazajönni.
tele voltak csővel, mindennel. Akkor hazahoztuk, és akkor 2-3 hétben vissza kellett vinni, és akkor azt mondta az orvosnak, mert nagyon kíváncsi volt, hogy én nekem sikerült, doktor úr, azt mondta az asztal túloldalán, hogy magának Lajos nem sikerült. És 2005-ben meg is. És attól kezdve a gyerek lejjebb és lejjebb ment. De ez meg az apukányát, papát, ez sokkolta ez a... És ugye egy évig még kibírta az apja, de utána úgy látszott, hogy ment lejjebb, nem törődtek az unokával, nem kötötte le semmi. Nem volt életkedő. És azt mondtam, hogy nézd, nekem is nagyon fáj, mert csak a gyerekem volt. De mondom, ott van még a lányod, a 3 gyerekkel, még azt is tápolni kell. Nem. Mindig azt mondta, hogy ő oda vágyik. Aligon. De még ma is mennyi befőttet csinálsz? Szóval? Már elraktam megint cseresznyét. Megyet. Állatod van? Hát van. Ilyen tyúkom, csirkém. Eddig ugye malacoztunk is, de utána már belefáradtunk. Akkor disznótól is volt sokszor. Jaj, bizony. Te is ott voltál, Ildikém. Perzseltük, daráltuk a húst, minden, főztük, minden. Jó is volt az. Itt meg Lali van. Igen. Milyen szép kis fiú volt. Egy fél éves volt. De ő milyen gyerek volt egyébként? Lali, nyugodt. Nyugodt gyerek. Meg kreatív is volt, már sok minden. Nagyon nyugodt. Az fiam akárhova elvihettem, ceruza, egy füzet, elég volt. Meg azt mondom a családnak, van egy kis kenyeret, van, adjál neki, más nem kell. És abban elért. És Lali idősebb korában, ő jól tudom, makettezett is, karatézott is. Igen, karatézott először, utána gyűjtötte a képregényeket, akkor meg rendelte az ilyen maketteket, akkor összerakta, akkor vagy az unokám festette ki, vagy én festettem ki, vagy én kavartam ki a szint. Mert ugye szintévesztő. Igen, az meg apukám volt szintévesztett, igen. Kotelőrökölte. Igen. És azt hallottam, hogy ha a fiú lett volna, még egy másik, akkor az is szintévesztő lett volna. De a lányom. Nem. És anyáról tudsz valamit mondani? Hát jó drága, édes anyukád, az is eleven volt, de szófogadó gyerek volt. Akkor egyikkel sem volt. Nem. Egyszer aztán valamit szólt nagyapádnak. Hát ugye, amilyen fürge volt anyukád, elszaladt, beleesett a rózsabokorba nagyon az apja, jaj, de nevettük, mert nem tudta elfogni. Ilyen volt. Meg ugye, ette az a földet is. A tojást ugye kaptam anyósomtól 20-at, elkezdtem. Meg a testvérnek elmondott a játékait. Nagyon szép hintalova volt a fiamnak, hát nem kibelezte anyád. Megnézte, hogy mi van benne. Hát ugye forgács volt, vagy ilyen rafia, vagy mi volt benne, azt ugye kibelezte. Igen, ilyenek voltak. A családunk boldog volt. A gyerekeket mindig a jóra, a becsületességre neveltük. Beirattuk őket úttörőnek, cserkésznek, különféle táborokba, hogy tanuljanak. Mindig tartottuk jószágot, disznót, pulykát, tyúkokat. Rengeteget kirándultunk. Legtöbbször a berekben voltunk, a kedvenceink volt. Egyszer elmentünk a Balatonra. Fiam otthon maradt, hogy vigyázzon a jószágokra, illetve, hogy kipróbálja az aglegény életet. Egy vagy 2 hétig voltunk kint, bíztunk benne. De utólag kiderült, miket csinált otthon. Már legelső nap bulit rendezett a barátaival. Hajnalban mentek el dinnyit venni ittasan. Kiposzterezte az egész szobáját, egyetlen kis helyet sem hagyva. Tudta, ha nem vagyok otthon, nem is szólhatok érte. Még az volt a szerencse, hogy az állatokat ellátta. Számtalan barátunk, ismerősünk volt. Még a mai napig nem tudok elmenni úgy a boltba, hogy ne fussak össze legalább 1-2 ismerőssel. A fiamhoz naponta jöttek a barátai. Több évtizeden keresztül karatézott, amire később keresztlányával együtt járt. Mesterét nagyon szerette, aki gyakran jött el hozzánk, hogy megnézze a fiamat. Nem egyszer kijutott a karaté világbajnokságra Budapestre. Egyszer felvittük őt és testvérét, de mi hazajöttünk. Úgy volt, hogy este ők is hazajönnek vonattal, azonban lányunk visszajött velünk az autóval. Fiam megvette a vonatjegyet. Akkor látta, hogy az utána következő vásárló egy piros autót nyert a jegyével. Istenem, mennyire szitta a húgát, hiszen ha ott lett volna bátyával, az ő jegye nyert volna.
Elismertséget és barátokat szerzett a képregényezők között. Híres képregénykészítők jöttek el hozzánk, hogy megismerhessék a fiamat. Férjem sofőrként dolgozott a TSZ-ben, habár hivatalos szakmáját tekintve kerékgyártó volt. Sokáig dolgozott, este jött mindig haza. Munkájának köszönhetően bejárta az egész országot. Főnökét jobbnál jobb helyekre kellett szállítania, sokszor Dunántúlra is. Gyakran vitte el a hétvégenként főnökét vadászni. Ilyenkor 2-3 napig a vadászlakban éltek, és reggeltől estig vadásztak. Persze hozta haza a különféle vadakat. Egyszer nyúztam nyulat, de az volt egyben az utolsó alkalom is. Utáltam leszedni a bőrét, mindenhol szörteleníteni. Hálátlan munka volt. Megmondtam neki, csak akkor hozzon az állatot, ha már nem kell nyúzni. Még ő dolgozott, a fő feladatokat én láttam el a háznál. Ha már én is dolgoztam, először varrónőként a háziipariban 17 évig, majd cipőkészítőként a Gasztroboda Kft-nél nyugdíjozásomig. Mégis mindent el kellett intéznem. Férjem nem engedett dolgozni. Azt mondta egy nőnek, otthon kell maradnia, és a háztartásbeli dolgokat kell elintéznie. De kellett a pénz, itt titokban jártam el. De mint mindig, minden, ez is kiderült. Nem kis vita lett belőle, de végül elfogadta a tint. Emellett ugyanúgy dolgoztam otthon is. A háztartási dolgokat megcsináltam, gyereket neveltem, kifizettem a csekkeket, felügyeltem a háznál dolgozókat, stb. Szüleim imádták a két gyerekemet. Édesapám mindig segített, ha éppen nem volt tűzifánk, a gyereknek ruhára volt szüksége, vagy játékot szeretett volna. Ez különleges dolog volt, hiszen apám mérlekészítő révén saját kezőleg barkácsolta meg a játékukat a gyerekeknek. Férjem szülei viszont teljesen más emberek voltak. Mint saját gyermekükkel, unokáikkal is meg volt a megfelelő távolságtartás. A tiszteletet mindig meg kellett adni. A gyerekek kisé tartottak férjem most a apjától, hiszen mogorban ember volt. Miután férjem édesanyja meghalt, férjemet ki akarta semmizni, de akkor már nem álltott anyósom, hogy a két tűz közé álljon. Férjem kiállt magáért, és vitába keveredett az öreggel. Azután már nem is nagyon tartották a kapcsolatot. És a unokákkal milyen a kapcsolatod? Nagyon jó, mert aranyosak, jönnek, segítenek, meg puszilgatnak. Mit főztél, mama? Mit sütöttél, mama? Így aztán nem vagyok teljesen egyedül, csak néha. Most egyedül élek az emlékeimmel a megöregedett házban. Minden boldogságomat a lányom és gyermekei jelentik számomra. Hajnalban kelek, elintézem a ház körüli munkát, ha kell, elviszem a legkisebb unokámat az iskolába. Néha elmegyek a nyugdíjas klubba is, ahol barátnőimmel, barátaimmal régi történeteket mesélünk, nótákat énekünk és táncolunk. Itt újra felevenítem rég elmúlt fiatalkorát. A lányom és a gyerekek gyakran jönnek hozzám. Mindig megkérdezik. Mesélj, mama, mi történt régen? Hogy volt ez lánykorodban? Ilyenkor elmosolyodok, hiszen az emlékeim újra visszarepítenek a módba, és újra átélhetem életem legszebb pillanatait. Szoktál felmenni még? Bulizni? Hát igen, minden két hétben járok, meg van, hogy már kettőben járok. És olyankor mi? Akkor tudod, olyan jó, mert társaságban vagyok. Mindenkit ismerek, egyidősek vagyunk jó formán. Van zene is, akkor ugye elbeszélgetünk, zenét hallgatunk és hazajövünk. És elmúlik egy délután. És mit üzensz a nyugdíjas nagymamáknak? Hát, mit üzenjek az, hogy jó egészséget kívánok nekik, meg éljenek tovább az unokákkal.